Önnek melyik meccs az, ami azt mondta, hogy a kedvence, és ami a legnagyobb katarzist okozta? Hát az Újpest elleni. Az Újpest elleni meccsünk. Engem nagyon, nagyon zavart évek óta valami, és nagyon, nagyon bosszantott, és ez nem az eredmény volt elsősorban, hanem az eredmény utáni újpesti kommunikáció. Az is piszkálta a csőrömet, ugye, hogy minket kizártak annak idején az NB1-ből, és az újpestiek tort ültek rajtunk. És én minden fradistát most óvok ettől, hogy az Újpest rossz szereplése, ugye kieső hely környékén vannak, hogy az Újpest rossz szereplése az belül azt az érzést váltsa ki, hogy tort kell ülni, mert egyébként a magyar bajnokság egy Újpest nélkül az borzalmasan néz neki. Egyébként ki is derült, hogy a Fradi nélkül is a érdeklenségbe fulladt a bajnokság. Tehát, de volt még egy, és az inkább ilyen sportvezetői dolog volt, hogy annak idején az Újpest vezetője, amikor minket az Újpest pályán egy hatosra elküldtek haza, akkor én csak ötig néztem meg utána, mert nem bírtam és hazamentem. Akkor a másnapi sportújságnak az elején egy 6-0-ás pohárral ott ültek, és átnevezték a magazinukat 6-0-ra, ugye az újpesti magazinjukat 6-0-ra, vagy a stadion magazinjukat 6-0-ra. És azt gondoltam, hogy ez a sporthoz teljesen méltatlan. És egyszer vágytam már rá, hogy egy ilyen nagy arányú győzelmet arassunk. A Jóisten megadta, hogy pont 6-0-ra tudtuk őket megverni. És hogy a kollégáimat megkérjem, hogy semmiképpen ne csináljanak ilyen tort az Újpest feletti győzelem miatt. Mert ezzel jó példát tudunk mutatni minden sportvezetőnek, aki annak idején ezt megtette, hogy ez a sportban ez nem méltó. Úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb sportszakmailag is, meg nagyon sok izgalmas meccset vívtunk, és őrületes menetelés volt, de talán ez a mérkőzés volt, mert emberileg is azt gondolom, hogy tudtunk lépni egyet, talán fölfelé. Van arra esély, hogy itt a világbajnoki szünet alatt esetleg szemet vetnek, és esetleg el is visznek játékost? Van erre esély, és van ABC tervük egyébként az ő pótlásukra, hiszen ugye fontos mérkőzések. Igen, de szerintem ugye mindenki azt mondja, hogy csak szétneszedjék a csapatot, de közben nekünk szükségünk van arra, hogy elvigyenek játékosokat tőlünk. Hát hogy jönne hozzánk egy játékos, hogyha nem tudna tovább lépni egy erősebb bajnokságba? Egy jobb keresési lehetőséghez. Mert Magyarországon egyre erősebb a bajnokság, ez szerintem vitathatatlan, de hogy szükség van arra, hogy a játékosok elmenjenek mondjuk spanyol első osztályba, vagy angol első osztályba, vagy német első osztályba, vagy francia első osztályba. Erre nekünk szükségünk van, mert akkor tudunk újabb játékosokat beemelni, akinek azt tudjuk mondani, öcsém, gyere ide, igazolj hozzánk, elfogadható pénzkerese, jó infrastruktúra van, kiváló edző van, egy nagyszerű városban élsz, és tovább tudsz lépni majd egy magasabb szintre. Hogyha itt jól játszol, ha a csapat jól szerepel, hogyha tudunk európai sikereket elérni, akkor téged megismernek, és hidd el, hogy el fognak vinni, mint ahogy az előzőt, meg az annak előtt is. Tehát szerintem erre szükség van az arányokat jó beállítani, és én mindig, amikor elvisznek egy játékost, én lehetőségként tekintek rá, hogy azt a pénzt majd vissza tudjuk forgatni esetleg egy jobb játékosba, azért a pénzért tudunk venni két hasonló kvalitású játékost, az a pénzért tudunk venni majd egy ugyanolyan kvalitású játékost és egy fiatal tehetséget, akit esetleg majd megpróbálunk, és mint befektetésként tekintünk rájuk. Tehát én nem vagyok megijedve attól, hogy játékosokat visznek el, és az igazság, hogy a Hajnal Tomi és a Tomi által kiépített rendszer, vagy a közösen kiépített rendszerünk az, hogy játékos megfigyelőink vannak, a játékos megfigyelőink azok figyelik azokat a bajnokságokat, mondjuk Észak-Európában, vagy a környező országokban is, a Balkánon, ahonnan lehetne elhozni játékosokat még viszonylag kedvező áron, meg normális fizetésért. Sajnos néha, vagy sok esetben, vagy szinte mindig olcsóbban, mint a magyar tehetségeket. És akkor ezekkel lehet újabb és újabb lépéseket tenni. Úgyhogy remélem, hogy lesznek vevők, és aztán utána jó pénzt fogunk kapni értük, és még készen állunk az ABC variációkkal, ahogy ön is említette, arra, hogy pótoljuk ezeket a játékosokat. Itt általában mi azt szoktuk csinálni, hogy télen megpróbálunk igazolni.
és azért csináljuk ezt, ez szokatlan dolog Európában, de azért csináljuk ezt, hogy legyen fél évünk beilleszteni ezeket a játékosokat, mert ez egy hét alatt, két hét alatt nagyon ritka esetben történik meg, még a fél év is határeset. Angliában azt mondják, hogy egy játékosról akkor lehet elmondani, hogy jó játékos, ha már egy évet ott volt, akkor lehet róla véleményt alkotni. Így volt az a drága, megboldogult édesapámmal, beszélgettünk a Zakariasenről mindig, és minden meccs után fölhívtam, otthon volt, és kérdeztem, hogy apu, mit láttál? Hát minden rendben volt, és kielemeztük a meccset, csak még egy kérdés, ha megengedsz, hogy a Zakariasen az miért játszott? És aztán telik, múlik az idő, és a Zakariasen már lassan gólkirály a csapatunkon belül, fantasztikusan játszik, óriási teljesítménye van, és most mindig nézem a stadionból az eget, hogy az édesapám látja, hogy mi történt. Eltelt fél év, beilleszkedett a csapatba, és vagy most már egy év, de fél év után már kezdett játszani, és rúgdossa a gólokat, úgyhogy szerintem ilyen 8-10 gól alatt a bajnoki szereplésből se fog kiszállni, és ez egy óriási dolog az ő posztján játszó játékostól. Szóval így állunk az igazolások terén. Szalai Ádám lesz a Fradi játékosa? Hát mindig érdekes kérdés ez. Nem szoktunk beszélni igazolásokról. Én az Ádámot, mint embert rendkívüli módon kedvelem. Nem csak a futball tudása, nem csak a hozzáállása, nem csak az akarat, nem csak azért, mert helyén van a szíve, mert kevesen szeretik úgy a hazájukat, mint ahogy ő szereti, hanem azért egyébként, mert látom, hogy a futball utáni életét is felépítette. És abban egy nagyon, nagyon mély elköteleződés van, hogy ő mit fog csinálni. Most nem akarok belemenni ebben itt is a részletekben, de az egy példamutató dolog, és sok sportolónak jó példát mutat ezzel. De hát ő már a pályafutása végén van, és nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a mostani Fradin segítene egy ilyenfajta. Úgyhogy a minden tiszteltem az övé, de nem vagyok benne biztos, hogy a Fradin segítene egy ilyen csatár. Próbálkoztunk mi ezzel, hogy visszahozunk olyan játékosokat igazolunk le, akik mondjuk német válogatottak voltak, és hogy hát ha még egy kis kedvük van futballozni, de aztán így a pályafutás végén nagyon nehéz olyan 100%-os teljesítményt nyújtani, olyan lelkesedéssel futballozni, mint a pályafutások csúcsán, vagy még fiatal játékos voltál. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Szalai Ádámban nem gondolkodunk. A Grupamában vagy a Puskásban lesz a Fradinak az elmeccse? Hát hosszú elemzés ez, mert itt nagyon sok dimenziót kell nézni. Az elsősorban kell nézni a sportszakmai dimenziót. Itt a szakmai stábnak nem volt ellenvetése, hogy a Puskásban játszunk. Aztán kell gondolkodni azon, és talán még a döntés nem született meg, de a Puspás felé tartunk. Ott bérleti díjról kell egy jó megállapodást kötni, és akkor talán a Puskásba le tudjuk játszani talán most az utóbbi 3 évtized egyik legfontosabb meccsét, vagy legfontosabb meccseit. Én abban reménykedem, hogy nem egy meccset fogunk játszani, hanem még be tudunk jutni, és akkor nem csak a nyolcad döntőbe, hanem negyed döntő felé is tudunk tartani. De ez ellenfél függő is, hogy kit kapunk? Nem, mert ezt el kell dönteni január 10-ig, és a sorsolás az csak februárban van. Úgyhogy nekünk minél hamarabb meg kell állapodni a stadionnal, ha ott egy jó megállapodás sikerül kötnünk, akkor nem elképzelhetetlen, hogy a Fradi a Puskásban fog játszani. Ugyan nagyon érdekes érzés ez, mert 3 párharcra vagyunk a döntőtől. Tehát 3 párharcra vagyunk a döntőtől. És most úgy ülök itt, hogy kaphatunk bárkit. Benne van az, hogy tovább tudunk jutni. Nem az az érzésed, hogy kellemetlen, kínos, kis hitűséggel állsz egy meccs előtt, hanem azt érzed, hogy van mitől félniük az ellenfeleiknek is. Ugye emlékszünk még azokra az érzésekre, amikor azon gondolkodtunk, hogy hát túl fognak futni minket, meg lefutnak minket a pályáról, mert gyorsabbak, meg erősebbek. Ez az érzés, az elmúlt 10 év alatt ezt ledolgoztuk. Tehát most már nincs az az érzés, hogy a Ferencváros kimegy valakivel szembe, és majd elfáradt, és a meccs végén már nem tud olyan teljesítményt leadni fizikálisan, mint az ellenfele. A technikai dolgokban lehet különbség, de fizikálisan biztos, hogy nem fognak minket felőrölni. Úgyhogy mi tulajdonképpen 3 párharcra készülünk, és aztán a döntő az már ott az UEFA dolga, mert az meg a Puskásban lesz ismét, úgyhogy jó lenne ezt így megélni, vagy így játszani. Elnök úr, meg kell kérdeznem a Liu testvérekről. De elsősorban a hazánknak veszteség. És ez szerintem egyetlen dolgom múlt, hogy a,
hogy valahogy ott a szövetségnek nem sikerült megegyezni az edzőjükkel. Ezen múlt az egész szerintem. A Fradi mindent megtett, tehát próbáltunk közbelépni, kommunikálni, mediálni ebben a helyzetben, de az a szövetség úgy döntött, hogy az ő edzőjüket nem fizeti tovább. És nem mentem bele mélyen, hogy mi ennek az oka, csak fájlalom az egészet, mert két nagyon jó gyerekről van szó, és tényleg jelenségek is, szüksége is van a fiataloknak ilyen emberekre, akik ilyen jó példát mutatnak, mert ha létezett egy testvérpár, aki kutya keményen tudott dolgozni a sikerért, akkor ők azok voltak, precízek, profik, szorgalmasak, tehát minden olyan, ami és tehetségesek, tehát minden olyan, ami kell a sporthoz, az meg volt bennük. Úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon, nagyon fájlalom az egészet, hogy idáig jutottunk velük. Akkor zárjuk le az interjút, hogy hol lesz ennek a vége. Látja a végét, vagy inkább ne is lássa a végét? De én fradista vagyok, tehát mi a döntőbe vágyunk. Most már itt vagyunk a csoport érén, 3 meccs van, hát én a döntőbe vágyok. Aztán lehet mindenki nevetni fog rajta, mint ahogy nevettek azon, hogy mi csoportkörbe szeretnénk menni, és akkor az én barátomat, az oroszpolit elnevezték csoportkör Pálnak, hogy mindig csak ígérgeti, és akkor most már átnevezték kupatavasz Pálnak, hogy mégis csak tavasszal is állunk, és én azt szeretném, hogy a Ferencvárosa Európa egyik meghatározó csapata lehessen. Attól függetlenül, hogy csak egy 10 milliós országban élünk, attól függetlenül, hogy a mi költségvetésünk az Európa Ligában szereplő összes csapat között a legutolsó. Tehát még a legkisebb csapatok is 5 meg 10 millió euróval drágában gazdálkodnak, a nagy csapatok pedig 20-szoros költségvetéssel mennek, mint mi. Ettől függetlenül azt gondolom, magyar vagyok, akikről az a hír járja, hogy egy forgóajton bemennek hátul és előjönnek ki. Tehát hogy én azt gondolom, hogy mindig van rövidebb út, hogy mindig van megoldás, mindig van arra lehetőség, hogy az ember megint el tudjon érni egy-egy győzelmet, de most a legfontosabb, hogy a következő meccsünket, vagy a következő párharcunkat, azt valahogy meg kell nyerni, bárki is az ellenfél.